Jó reggelt kívánok, kedves barátaim! Sok szeretettel köszöntelek benneteket. Erőt, egészséget mindenkinek. Boker Tov. Rég használtuk a táblát. Ma talán fogjuk. Sokat gondolkodik a tábla. Na. Jó reggelt kívánok, Mária! Jó reggelt kívánok mindenkinek, sok-sok szeretettel köszöntelek benneteket. A Gitin traktátus 76-os lapja fog következni, és a 75-ös lap misnájához kell visszatérnünk, ahhoz, hogy értsük azt, hogy most mi is van. Ráadásul a 75-ös lap végén tartunk, mi nem fejeztük be a 75-ös lapot, úgyhogy lássunk is hozzá, ugye folytatjuk a különböző feltételeknek a törvényeit, szabályait, és a misnánk is egy ilyen feltételes getről szólt, valaki valamilyen feltételhez kötötte a getnek, a válólevélnek az érvényességét. És ebben két esetet is említett a misna, és ezeket fogjuk a táblára fölírni. Oké. Tehát a misna azt mondta, volt egy áeset, amikor azt mondta az illető, hogy legyen ez a geted azzal a feltétellel, hogy az apámat szolgáld, a fiamat szoptasd. De nem határozott meg időt. Legyen a geted. Szoptatod. Így írják, gondolom. Ez volt az A eset. Erre mit mondott a misna? Ebben az esetben mennyi ideig kell szolgálnia? Emlékeztek? 2 év vagy 18 hónap. Most az egyszerűség kedvéért csak a 2 évet írjuk fel. Mi van akkor, hogyha az ön szántán kívül nem szolgálta, mert mit tudom, meghalt az apja, vagy az apa azt mondta, hogy köszönöm, nem kérek belőle, vagy meghalt a gyerek. Tehát, hogyha nem volt szolgálat, akkor ebben az esetben a get érvényes, nem teljesítette a feltételt, mégis azt mondtuk, hogy a get érvényes. Ez volt az első eset. A B eset az az volt, amikor kimondta, hogy mennyi ideig szeretné, hogy 2 évig szolgáld az apámat, vagy a szoptasd a fiamat, akkor ebben az esetben, ha nem szolgálta, akkor a get nem get. Stimmel? Miért? Mert itt már
elmondta, mondta, hogy 2 évig kell. Ha nem szolgálta 2 évig, akkor a get nem get. De, de most Simon Gamliel azt mondta, hogy ebben az esetben is get. Miért? Mert nem, az ő nem miatta nem szolgálta. Nem az ő hibája volt, mert a apa meghalt. Tehát most mit tud csinálni? Vagy nem akarta tovább, hogy szolgálja. De nem azért, mert haragudott rá, vagy ilyesmi. Oké, okay, ez volt a misnánknak a 2 esete. Erre a Talmud azt mondta, és ezzel még tegnap foglalkoztunk, hogy van egy brájta, ami az A esetet, kicsit összehúzzuk, hogy van egy brájta, amelyik hasonló dologról beszél, és azt mondja az A esetnél, látszólag legalábbis az A esetnél, hogy ha csak 1 napig szolgálta, az már get. Oké? Okay? Tehát akkor van egyszer a misnának egy A esete, meg a brájtának egy A esete. A misna A esetében, akkor nem mondta, hogy mennyi ideig szolgáljon, akkor azt mondta a misnánk, hogy 2 évig kell szolgálni. A brájtában viszont azt mondta, hogy csak 1 napot szolgálta, az már elég. Ez egy egyértelmű ellentmondás a misna és a brájta között. Eddig stimmel? Oké. Okay. Erre tegnap mondtunk, próbáltunk magyarázni mindenféle magyarázatot, azon most nem fogunk visszamenni, hanem meg fogjuk nézni, hogy mit mondott erre Rava. Rava erre a következő módon oldotta föl ezt az ellentmondást. A következőt mondta. A misna A esete és a brájta A esete az abban tér el, hogy a misna esete az valóban nem határozta meg az időpontot, és ezért a nem meghatározott időpont, ahogy mi is értelmeztük, az 2 év. A brájta esetében viszont meghatározta, és mondta, hogy 1 nap. 1 napot szolgáld az apámat. És az valóban 1 nap. Tehát itt nem üres, hanem azt mondta, szolgáld az apámat 1 napig. Ez viszont a kézenfekvő válasz. Akkor teljesen jól feloldottuk. A brájta szövege kicsit hiányos, és arról van szó, hogy a brájtában igenis meghatározta, hogy mennyi ideig szolgálja az apját. Mondta, hogy 1 napig. Erre azt mondja, eddig velem vagytok? Nem volt eddig komplikált. Jó vagyok? Gyönyörű? Köszönöm szépen. Tehát akkor itt a brájtában meg van határozva, hogy 1 napig szolgálja, és ezért az 1 nap. Erre azt mondta Ravási, szerintem, amikor nincs meghatározva az időpont, tehát amikor nincs meghatározva az időpont, az is 1 nap. Most ezzel ugye Ravási nem magyarázta meg, hogy hogy lehet az ellentmondást feloldani. Sőt, effektív látszólag szembe megy azzal, amit a misna mond, de ide majd vissza fogunk térni. Egyelőre csak azt mondjuk, hogy Ravási szerint, ha valaki nem határozta meg, hogy mi az az 1 nap, bocsánat, mennyi ideig szolgálja, akkor az 1 nap. Azt mondja, szolgáld az apámat, oké? Okay? Ha nem mondtad, hogy mennyi ideig, akkor 1 nap. Mire most akkor föl fog merülni a kézenfekvő kérdés? Ha tényleg, ha nincs meghatározva az időpont, mint ugye itt is, nincs meghatározva az időpont, akkor a misna azt mondta, hogy az 2 év? Te meg azt mondod, hogy az 1 nap. Hogy lehet ezt feloldani? Érdekes választ fog mondani Ravási. Ravási azt fogja mondani, hogy kell érteni a misnában azt, hogy 2 év? 2 éven belül 1 nap. Tehát, ha a fiú például, akit szoptatni kell, elmúlt 2 éves, hogy?
Igen. Szóval, azt mondja rá Vási, hogyha a fiú elmúlt 2 éves, akkor már nem kell szól. Mindenképp az egy nap, az 2 éven belül kell, hogy legyen. A 2 éven belül kell, hogy legyen. Oké. Okay. Akkor egyelőre itt tartunk, most ezt fogjuk a Talmudból felolvasni. Tehát, kezdjük először Ravával. Rave Amár, Lönikáse Kámbesztám, Kámbeme Farejs. Először is Rave, amikor a Brájtát és a Misna ellentmondását akarta tisztázni, akkor azt mondta, nagyon egyszerű a válasz, a Brájtában, a Misnában nem mondta, hogy mennyi ideig szolgálja, és az akkor 2 év. Ott kérdőjeles az időpont. A Brájtában mondta, hogy 1 napig szolgálja. És ezért az 1 nap. Akkor feladotta az ellentmondást. Erre jött Rávási, és azt mondta Rávási, Amár, kolsztám nem, ikime faresé mechod dami. Azt mondja, szerintem nem. Ha valaki nem mondja az időpontot, az is 1 nap. Ugye? Ahogy mi is mondtuk. Nán, azt mondja, Talmud, várjunk csak. Kámai minnájaktól, és te is, Sanim, Rabbi Uda, Imer, és majd az, hogy hajdes. Mit mondta Misnánk? Misnánk azt mondta, valaki nem mondja meg, hogy mennyi idő, mennyi ideig szolgálja, vagy szoptassa, akkor az 2 év, vagy Rabbi Uda szerint 18 hónap, most bislémele Rave Nichelei, Rave értelmezése szerint ez értető. Mert mit mondott Rave? Ha nincs meghatározva az időpont, akkor 2 év. Elele Ravási, Lamalis te is anim, Lamalis majd neszel hajdes, jaj, meghatszági. Ravási szerint mi szükség van 2 évre, meg 18 hónapra? Ő azt mondta, hogy ha nincs meghatározott időpont, akkor az 1 nap. Ugye? Mi a válasz? Hachika, már jöjjön, echod, mis te is anim, la fuki lachas te is anim, de löjjön, echod. Mis majd neszel hajdes, la fuki lachas majd neszel hajdes, de löj. Szóval nagyon egyszerű, ahogy mi is mondtuk a választ. 1 nap, de 2 éven belül. Vagy a másik vélemény szerint 1 nap, de 18 hónapon belül. Oké? Okay? Idáig jutottunk el szóban is. Mehetünk tovább? Azt mondja, Talmud, Mészvei, hát nézzek itt a Hámnászta, Sámsias, Ába, Stéjsani, Ámnászta, Nikias, Bnistéjsani, Mésza, Benő, Samar, Ábi, Jeff, Sestem, Sénys, Lajbak, Pondéni, Get, Mislem, Rava, Rése, Kötelő, Paris, Szép, de Paris, Lera, Vási, Májsna, Rése, Májsna, Szép, a Kásia. Azt mondtam, oké, aha. Ja, akkor most nézzük meg Ravásit. Tehát Ravási szerint itt miről volt szó? Hogy nem határozta meg, hogy mennyi ideig, ezért mennyi ideig kell szolgálnia. 2 éven belül 1 nap, ugye? És mit mondott a Misna, hogyha nem szolgálta, akkor a get az get. Ha pedig azt mondtam, folytatja a Misna, és azt mondja, ha mondta, hogy 2 évig szolgálja, és nem szolgálta 2 évig, akkor a get nem get. Várjunk csak, mi a különbség a Misna eleje és a Misna vége szerint? Ez szerint a magyarázat szerint. Ha Rave magyarázatát nézzük, akkor tud világos, hogy mi a különbség. Ha nincs meghatározva az időpont, akkor meghatározás hiányában az 2 év, és ha az önhibáján kívül nem tudta szolgálni 2 évig, mivel nincs meghatározva az időpont, ezért ha nem szolgálta, akkor a get az továbbra is get. Ha meg volt határozva az időpont, akkor a get az nem get. De Rav Ashi szerint, hogyha a nincs meghatározva az időpont, az mindig 1 napot jelent, akkor az olyan, mint hogyha meg lenne határozva az időpont, akkor mi a különbség az Misna eleje és a Misna vége között? Mind a kettőben meghatározott az időpont, és mégis az egyikben, ha nem csinálta, akkor nem get, a másikban, ha csinálta, az egyikben ha nem csinálta, akkor get, a másikban, ha nem csinálta, akkor nem get. Igen.
Brájszem stam, kol stam kem farisém echod. Rosszul, kicsit rosszul magyaráztam az előbb, és így lesz tökéletes a kérdés. De Vási mit mond, hogy ha nincs meghatározva az időpont, akkor az egy nap. A Brájtában nem volt meghatározva az időpont, ezért szerinte az egy nap. És ezért hülyeséget mondtam. De bocsánat, nem a misne. Előről. Tehát Ravási szerint, ha nincs meghatározva az időpont, akkor az egy nap. A Brájtában nincs igaza Rávának, hogy egy napot mondott, és ezért az egy nap, hanem szerinte nem volt meghatározva az időpont, és az egy nap. Tehát itt az, ez azért egy nap, mert nem volt meghatározva az időpont, és a nem meghatározott időpont az egy nap. És, hogyha, és ezért mondja, hogy ha egy napig szolgálta, akkor az már jó. A misnában nem tudja ezt mondani, és ez, itt a, ez igazából a kérdés, mert a misna maga azt mondja, hogy ha nem szolgálta két évig, nem értem pontosan, megmondom szerintem, mert... Így van. Igen, akkor még egyszer. A Brájtában nincs meghatározva, a Ravási szerint, a Brájtában nincs meghatározva az időpont, és azért, ha nincs meghatározva az időpont, akkor az egy nap. Tehát legalább egy napig kellett szolgálnia. Ha nem szolgálta egy napig, Ha nem szolgálta egy napig sem, akkor nem get. Ha szolgálta egy napig, akkor get. A misna első, az A esetében, ugyancsak nem határozta meg az időpontot. Ha nem határozta meg az időpontot, akkor egy napot kell szolgálnia. Mit jelent az, hogy két év vagy 18 hónap, hogy egy napot két éven belül vagy 18 hónapon belül? De akkor mit jelent az, amikor a misna azt mondja, ha viszont nem szolgálta, akkor az get? Az azt jelenti, hogy nem szolgálta még egy napot sem. Akkor miért get? Oké, most már értem a kérdést. Még egyszer. Mit mond Ravási? Ravási azt mondja, hogy ha nincs meghatározva az időpont, akkor az egy nap. Mit mond ezek szerint a Brájta? A Brájta arról beszél, amikor nincs meghatározva az időpont, akkor az mennyi? Egy nap. Akkor ha egy napot szolgálta, akkor van get. Ha nem szolgálta egy napot sem, akkor nincs get. Oké? A misnában miről van szó? Ugyancsak, hogy nem határozta, a misna A esetében nem határozta meg az időpontot. Ha nem határozta meg az időpontot, akkor mennyit kell szolgálni? Egy nap. Miért mondja a misna azt, hogy két év vagy 18 hónap? Mert egy nap két éven belül vagy 18 napon belül. Na jó, de mit mond a misna? Hogyha nem szolgálta az önhibáján kívül, a get továbbra is get. Miért? Ha nem szolgálta, az mit jelent? Ha nem szolgálta egy napot sem, két éven belül vagy 18 napon belül, akkor miért get? És erre a Vásinak erre nincs jó válasza? És erre azt mondta, hogy igen, ez egy jó kérdés, kássa. Nincs jó válasz. Oké? Okay? A legelső nap meghalt a fiú. Igen, erre én is gondoltam reggel, amikor tanultam. Jogos, jogos kérdés. Oké, megyünk tovább. Tanúrabbanon. Tanúrabbanon egy hasonló esetről lesz szó. Egy brájtát idézünk. Réze, gite, hámnászt, sámsiesz, ábaste is, anim. Válmenásteni kezd, nincs, és anim, áfap is nézkám, hát nája, réze, get. De fissel olyan már. La, imte sámsim, lőjt, sámsim, imte nikim, lőjt, a nikim, divreb, miért? Oké, brájt a következő kép néz ki.
azt mondja a Brájta, ha valaki azt mondja a feleségének, itt a geted, azzal a feltétellel, hogy szolgáld az apámat 2 évig, szoptasd a fiamat 2 évig. Ami miért szerint, annak ellenére, hogy nem teljesítette a feltételt, a get-get. Miért? És Loi Amár, mert nem mondta azt, hogy ha szolgálni fogod, akkor igen, ha nem fogod szolgálni, akkor nem. Mit tanultunk tavaly? Nem tudom. Tegnap, hogy a feltételnek mi az egyik kerete, hogy kell mondani a negatívat is, és a pozitívat is. Ugye egy dupla, a feltétel dupla kell, hogy legyen. Azt kell, hogy mondja, ha csinálod, akkor legyen. Ha nem csinálod, akkor nem. Mivel itt nem mondta duplán, és erre miért? Ha nem teljesítette a feltételt, akkor is a get-get. Oké? Mert a feltétel sem is. Ez mondja, miért? Ha hamimajunim, niszkájmat náj. Ha rézeget, vim láv, én neget. A bölcsek pedig azt mondják, hogy nem. Ha teljesült a feltétel, akkor jó. Ha nem teljesült a feltétel, akkor sorry. Tehát szerintük a feltétel mégis érvényes. Jött Rabban Simon Gamliel, és azt mondta Rabban Simon Gamliel, én lehet nájbök szüm, és én a kafu. Azt mondta Rabban Simon Gamliel, nincs olyan feltétel, ami ne lenne dupla. Nincs olyan feltétel a Tórában, ami ne lenne dupla. Ugye, tegnap beszéltünk már róla, hogy a leghíresebb feltétel telhez kötött jogi aktus a Tórában, az az, amikor Mózes azt mondja Gád és Ruvén fiainak, ha átkeltek a folyón, és mentek a többiekkel harcolni, akkor visszajöhettek, és tiétek lesz Izrael. Ha nem keltek át, akkor nem jöhettek ide vissza, és nem lesz ez a tiétek. Akkor nem lehet a tiétek a Jordán keleti partja, ugye? Mi hogyan mondta ezt Mózes? Duplán. Ha mentek, ha teljesítettek a feltételt, akkor jó, ha nem, akkor nem. Innen tudjuk, hogy minden feltétel dupla kell, hogy legyen. Ugye ez a tnáj kafulnak a fogam. És azt mondja, hogy engem Liel, hogy nincs a Tórában minden más feltétel, vagy minden olyan eset, amit a Tórában olvasunk, ami egy feltételhez kötött aktus, az mindig dupla. Mert tudjátok, hol van még, valakinek eszébe jut? Hol van még a Tórában olyan történet, ahol mi valahol egy feltételhez van kötve valami? Oké, okay, mert Ábrahám környékén van, de nem Isten és Ábrahám között, hanem valaki más és Ábrahám között. Amíg gondolkodtok rajta, addig én gyorsan felírom a brájtát. Mit mondott a Brájta? A Brájta azt mondja, először is, ha szolgáld apámat, bla 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 bla, ha nem teljesül a feltétel, akkor. Rabbi Meir azt mondja, hogy a get jó. Miért? Mert nem duplázta. A bölcsek mit mondanak? Nem jó a get. Miért? Mert nem teljesítette a feltételt. Jön rá, van Simon Gamliel, és magyaráz. És mit mond? Azt mondja, a Tóra minden feltétele dupla. Oké, okay, először is csak szeretném nekik, akkor rájöttetek, hogy melyik az a történet? Nem, én sem jöttem volna rá. Például Eliezer küldetése. Ábrám azt mondja Eliezernek, menj és vigyél hozzá a feleséget nekem, a gyerekemnek a szülőhelyemről. Mi azt mondja neki Eliezer, mi van akkor, hogyha nem tudom, nem találok? Azt mondja neki, oké, okay. Ha oda mész és találsz, akkor jó. Ha nem találsz, akkor föl vagy mentve, és lehet a kánaáni lányoktól. Akkor ott is dupla a feltétel. Ha igen, igen, ha nem, nem. Nem, nem. De most Simon Gamliel azt mondja, a Tóra feltétel, mond erre akartam rátérni. Na mit mondom, Simon Gamliel? A Tóra minden feltétele dupla. Ő magyarázza,
Valamelyik kölyüket. Melyiket magyarázza szerintetek? Ah, nagyon jó. Kálmán szerint ő az elsőnek a magyarázata. Mit mond Rabbi Meir? Miért nem lesz probléma az, hogy nem teljesítette a feltételt? Miért érvényes továbbra is a get? Mert nem duplázott. Erre jön a bűséggel. Igen, a Tóra minden feltétele duplázott. Van egy másik lehetőség is, hogy valójában, bármilyen meglepő legyen, ő a bölcseknek a magyarázata. Miért? Van egy alapelv a Tórában, snék szuvim ha boim ke echod, én melamdim. Ha két helyen is ugyanaz van a Tórában, akkor abból nem lehet általános következtetés levonni. Nagyon érdekes logikai szabály. Mit jelent ez? Azt jelenti, ha én azt mondom a Kálmánnak, ne rakjál kávéba cukrot. És aztán azt mondom a Lacinak, ne rakjál a kávéba cukrot. Akkor, ha csak a Kálmánnak mondtam volna, hogy ne rakjál a kávéba cukrot, akkor abból lehetett volna másra is következtetni, hogy ne rakjál a kávéba, a teába, semmiben ne rakjál cukrot. De hogyha én külön kellett mondjam a Kálmánnak, hogy ne rakja kávéba a cukrot, aztán megint mondtam a Lacinak, hogy ne rakjál a teába cukrot, akkor abból nem következtethetek a, mondjatok még egy italt, a kakaóra. Miért? Mert ha lehetett volna következtetni, akkor lehetett volna egy helyen mondani. Ha azt mondom a Kálmánnak, ne rakjál kávéba cukrot, és ennyi, akkor tudhatom, hogy az italokba általában ne rakjunk cukrot. De hogyha azt mondtam, hogy ne rakjál a kávéba cukrot, és ne rakjál a teába cukrot, akkor tudhatom, hogy a kakaóba lehet rakni cukrot. Snake sumi me boim ke echod. Két hivatkozás, ami ugyanazt mondja két külön helyen, az annak a bizonyítéka, hogy nem lehet egy általános következtetést levonni. Értitek? Egyből le kell vonni, kettőből már nem lehet. És erre mondja azt, hogy sem olyan ilyen. Mivel a Tórában nem egy történet van, amiben dupla, hanem minden történetében dupla, a Tóra miért mondja el mindegyik történetben? Mert pont azt tanuljuk ebből, hogy egy feltétel nem kell, hogy dupla legyen. És mivel nem kell, hogy dupla legyen, ezért mivel nem kell, hogy dupla legyen, ezért igaza van a bölcseknek, hogy ha nem teljesítette a feltételt, hiába a feltétel nem volt dupla, akkor a get érvénytelen. Mert nem kell, hogy a feltétel dupla legyen. És stimmt? Uremini. Oké, okay, először csak gyors. Ikadám nevű miért kamer lév, ikadám nevű gamliel rabonon kamer. De jó. Ugye vannak, akik Rabbi Shimi Gamliel mondását Rabbi Meir magyarázataként értik, és vannak, akik a bölcsek magyarázataként értik. Ikadám Rabbi Meir kamer lej, vach, kamer lej, én lehat náj, bük szumis, én lehat kaful, vahával is nék szújjon, bajom ke echod. Rosszul, jó volt a logikám, csak egy kicsit pontatlan volt. Ha nem lehet, ikadámri, igen, azon megzavaró, hogyha, mit mondt Rabbi Meir? Ha nem teljesül a feltétel, akkor is a get-get. Pont fordítva van, mint ahogy mondtam. Ha nem teljesül a feltétel, akkor is a get-get. Miért? Mert mi a szabály? Hogyha egy feltétel érvényes feltétel, akkor ha nem teljesül, akkor nem lesz a get-get. Miért mondja Rabbi Meir azt, hogy a get-get? Azért, mert ugyan nem teljesült a feltétel, de egy feltételnek... Aj. Mit mond Rabbi Meir? Mert nem duplázta. Mivel nem duplázta, ezért a feltétel... Nem értem. Pedig olyan szép volt. A másodikat magyarázza, akkor
egy pillanat. Ápvezsénz gám nem elérzen gehet, le fissel olyan már laim, tess más, emlőtes, mint a nékül, hogy mely. Ugye miért érvényes a gehet, hiába nem teljesítette a feltételt? Mert eleve a feltétel rossz volt, mert dupla kellett volna, hogy legyen a feltétel. Hajmi minusz kájmat, náj, ez a get, vagy minusz kájmat, ez get. A bölcsök szerint viszont a feltétel érvényes. És ez, ha nem teljesítette, akkor nem get a get. Ikadámri, amerebben sem jön, ömle, ha én tánk, és én kapul egy ötre, és azt mondta, hogy minden feltétel a Tórában dupla. Mit akart ezzel mondani? Ikadámri, lera banan, kamelej, ikadámri, miért kamelej? Vannak, akik szerint Rabbi miért magyarázza, és vannak, akik szerint a bölcsöket magyarázza. Ikadámri, Rabbi miért kamelej, bachi kamer, ha miért magyarázza, akkor mit mond? Én lehot nájbek szúvim, se én oly kapul. Mivel nincsen olyan, hogy ne lenne dupla a Tórában, de havil és nék szúmi a bajm kechod, és azért az két, ha több helyen is ugyanaz van írva, akkor abból én melamdin, akkor abból nem lehet következtetni. Ha nem lehet következtetni, havil és nék szúmi, és ha nem lehet következtetni, akkor ha nem lehet következtetni, akkor azt mondja, hogy nem kell, hogy dupla legyen minden. Ezt nem értem. Á, valószínűleg értem, hogy miről van szó. Á, valószínűleg minden stimmelt az, amit mondtam. Egy különbség van. Hogy nem az a kérdés, de most Shimon Gamliel nem magyarázza valamelyiküket, hanem ellent mond valamelyiküknek. Értitek? És akkor az a kérdés, hogy kinek mond ellent? Vagy a bölcseknek mond ellent, vagy Rabbi Meirnek mond ellent. Ha Rabbi Meirnek mond ellent, akkor azzal mond ellent, hogy a Tóra minden feltétele dupla, és ezért, mivel mindenhol mondja a Tóra, hogy legyen dupla, ezért nem lehet általánosan következtetni, ezért nem kell, hogy dupla legyen, és ezért nincs igazad. Ha a bölcseknek mond ellent, akkor pont azt mondja, hogy minden feltétel dupla kell legyen, és oké. Okay. Csak szemantikai volt a... Oké, okay. Akkor mehetünk tovább. Oké, okay. Eddig minden szép és jó. Most lesz egy brájta, amiben Rabbi Meir és a bölcsek pont a fordítottját mondják, mint itt. És ezt fogjuk próbálni, Gábor már fárad. És ezt fogjuk próbálni feloldani. Oké, okay? Nézzük. Ure minu, a rézeg itt a hámnást sem se szábos tésani, mámásteni kezdeni is tésani. Van egy másik brájta, amelyik ugyanezt mondja. Ha valaki azt mondja, vagy nagyon hasonló, ha valaki azt mondja, itt a geted, az a feltétel, hogy szolgáld az apámat 2 évig, vagy szoptasd a fiamat 2 évig, ha meghalt az apa vagy a fiú, akkor az nem get. Nem teljesített, akkor nem get. Ez a brájta 1, és most jön egy brájta 2. Ha meghalt a, ugyanaz az izé, nem teljesült a feltétel, Rabbi Meir azt mondja, hogy nem get. A bölcsek azt mondják, hogy get. Akkor itt van egy ellentmondás. Azt mondja, erre a Talmud. Kásad rában, mind a kettő akkor ellentmondásos, Rabbi Meir, Rabbi Meirrel. És a bölcsek a bölcsekkel. Hogy lehet ezt feloldani? Ádrebi méredem élő, hogy kássa, ha szomod a kaflélet nagy, ha szomod a kaflélet nagy. Oké. Rabbi, miért fel lehet oldani? Miért? Mert azt lehet mondani, hogy ebben a brájtában dupla volt a feltétel, és ezért, ha nem teljesült a feltétel, akkor nem get. Ebben a brájtában nem volt dupla a feltétel, és ezért, ha nem teljesült, akkor sincs semmi, akkor is a get érvényes, nem volt, a maga a feltétel nem volt jó. Világos? Ne nézzetek rám ilyen üveges szemmel. Még egyszer. Még egyszer.
van egy brájta, amik azt mondja, hogy ha valaki feltételhez kötötte, és nem teljesült a feltétel, Rabbi Meir azt mondja, akkor is jó a get. Hiába nem teljesült a feltétel. Van egy másik brájta, Rabbi Meir azt mondja, hogy nem teljesült a feltétel, akkor nem jó a get. Mi a feloldása ennek? Másmilyen volt a feltétel. A kettes brájtában egy érvényes feltétel volt. Miért? Mert dupla volt. És ha nem teljesült, akkor sorry, a get nem jó. Az egyes brájtában nem duplázott, ezért nem volt érvényes a feltétel, ezért ha nem teljesült a feltétel, akkor is a get az jó. Mert egy nem érvényes feltétel az olyan, mintha nem is lenne. És stimmt? Még mindig üveges szemmel néztek rám, de majd akkor visszanézitek. Ez Rabbi Meir feloldása. Hogyan lehet a bölcseket feloldani? Rabbanan van, hogy kássa man hachamim, de hacha, de benne sem igam lélni, de amárkkal a kavas én, ha imen a rézeget. A bölcsek, az pedig miért nem feloldás? Mert a bölcsek, ez nem ugyanaz a bölcsek, mint az egyes brájtában. Ugye, miért az meg van nevezve? Hogy ugyanaz? A bölcsek itt az valaki más. Ez nem ugyanaz a bölcsek, mint az a bölcsek, hanem ez a bölcsek, ez Rabban Simigam Lél, és Rabban Simigam Lél azt mondta, hogy minden olyan feltétel, ami a nő önhibáján kívül nem teljesült, azt nem számítjuk úgy, mintha nem teljesült volna. Oké? Okay? Ezt a problémát is megoldottuk. Megyünk tovább. Tanulában a... Amar labifnés náj, már ez a gitakámenást, és amit az ábast, és nem hazud, amar labifnés náj, már ez a gitakámenást, most a következőről lesz szó. Mi van akkor, hogyha egy feltételt mondok, és utána mondok egy új feltételt? Akkor az új feltétellel fölülírtam az előző feltételt? Maci szerint nem. Tehát, ha azt mondtam, legyen ez a getet, ha az apámat szolgált 2 évig. Majd 5 perc múlva azt mondtam, legyen ez a getet, ha adsz nekem 200 zuzt. Akkor most mely? Akkor most 200 zuzt, vagy az apámat kell szolgálni? Azt mondod, hogy mind a kettőt? Vagy? 3 lehetőség van. Vagy csak a másodikat, vagy mind a kettőt, vagy. Tehát, hogy vagy ezt, vagy azt. Talmud azt mondja, nem írja fölül. Nem írja fölül, és vagy. Csinálhatom ezt is, csinálhatom azt is. Ha viszont... Tehát, ebben az esetben... Lojbitel divrachnesen is sajn, a utóbbi feltétel nem ülje föl az előzőt, és ezért Ratszuszami Sámsaszaj, ha akarja, akkor teljesítheti úgy, hogy szolgálja az apját 2 évig. Ratszuszami Sámsaszaj, ha Sámsaszaj akarja, akkor teljesítheti úgy, hogy ad neki 200 zuzt. Eddig világos. Mi van akkor, hogyha ával amelabifné stájm, ha érzek itt a hámadás nyitni, ha szájm, tudok haza, amelabifné stájm, ha érzek itt a hámadás nyitni, gimöz mojszúz. Bitől divre, áhénszen is sajn. Mi van akkor, hogyha nem így mondtam, azt mondta, legyen ez a gettelt, ha adsz nekem 200 zuzt. Majd 5 percre azt mondta, legyen ez a gettelt, ha adsz nekem 300 zuzt. Akkor se írja fölül a második? Azt mondtam, de akkor fölírja. Akkor emelte a tétet. Nem 500, az nem, erre nincs szó. Emelte a tétet. Most már nem 220, hanem 320. Akkor ebben az esetben Bitel Div Rachlenszer is, a második az fölülírta az elsőt, de én Echobina Sajni, vagy Echobina Sajni, mint Starfim, és még egy szabály, ha ott volt 2 tanú az első feltételmondásakor, és 2 másik tanú a másik feltételmondásakor, akkor egy-egy tanú a kettő közül nem számítódik egybe. Hogy? Mi az, hogy kimondott? Nem, még nem teljesült, akkor még nem. Oké, akkor még egyszer. Világos mindenkinek? Tehát ugye mit mondtunk? 2 féle. Bocsánat, elnézést. Nem, benne voltam. Egy ekkora pók. Szóval, jött ő is tanult tanulni, csak szegény. Leállítottuk út közben. Oké, okay, akkor még egyszer, mi volt a... Hol tartottunk? Szóval. Változtatja a feltételt. Ha egy másféle feltételről van szó, akkor vagy. Ha ugyanaz a feltétel csak emelte a tétet, akkor a második fölülírja az elsőt. Tehát ha azt mondta először, hogy 200, azt mondta, hogy 300, akkor a 300 nyert. Oké? Okay? És mit mond még a misna, vagy a brájta,
hogy a két tanú, ami volt az első feltételnél, és a két tanú, ami volt a másik feltételnél, abból egy-egy tanú nem adódik össze, hogy tanúként igazolják, hogy feltételhez volt kötve a get. Ahelye, iléma széfa haré batl. Hol merülne fel egyáltalán, hogy összeadódnak? A második esetében nincs mit összeadódni, mert a második feltétel fölülírta az elsőt. Tehát akkor nem arról van szó, az elsőnek a tanúi már nem is játszanak, hanem el a résa, hanem az első eset, amikor az elején azt mondta, hogy szolgáld az apámat 2 évig, azt mondta, adjál nekem 200 úszt, és mind a kettővel játszhat, akkor a kettőnek nem adódnak össze a tanúja. Miért gondoltam volna, hogy összeadódnak, psita? Ma az a téma kolkiumot, nem is tarfink a másmillan. Azt hittem volna, hogy mind a kettő ez egy feltétele a getnek, és összeadódnak, és ez mondja, hogy nem adódnak össze. Oké. Mehetünk tovább? Lesz még itt még visszanézni. És egy hosszú misna jön, és jó bonyolult lesz. Nem bonyolultam, csak sok eset lesz benne, úgyhogy jól figyeljünk. Oké. Misna. Rézegi techim lői basszimi kámács lésimi jöjjém. Oké. Nem is. Fölismerjük, ez minek a térképe? Ez a földközi tenger. Kérem szépen. És most nagyjából mutatjuk. Ez itt Judea. És ez itt mi ez? Galilea. Judea és Galilea. Most a határon van két város. Az egyiket úgy hívják, hogy Antipas, a másikat úgy hívják, hogy Otnai. Oké? Antipas és Otnai. Tehát Antipas és Otnai. A és O. Oké? Tehát, Mishna azt mondja, rézeg itt, és himlői basszmi kánácsra is, hogy jaj, valaki azt mondja, feleségek, ez legyen a geted, ha nem jövök vissza mostantól 30 napon belül. Haja, ve hölylech, mi Júda, ve Galil. És Júdából Galileába indult. Így jár Antipas. Ha elt Antipasba, haza, és onnan visszajött, 30 napon belül, batl tnai, akkor ezzel a feltételét megsemmisítette, és már nincs ez a feltétel. Ugyanígy fordítva, hogy mindjárt jobban el fogjuk magyarázni. Rézeg itt, hogy mindjárt basszim, hogy kánatra is, hogy jaj, valaki azt mondja, legyen ez a getet, ha nem jövök vissza 30 napon belül. Vahajajlech még Galilei Júda, és most Galileából ment Júdeába, még kialak fáradtnáj, és eljutott Otnai faluba, és visszajött, ve hazar, batlatnáj, akkor sem is a feltétele. Elmagyarázom, hogy most hogy értjük, amit mondtunk, oké? Okay? Úgy értjük, hogy a szövege a misnának nem 100%-os. És úgy értjük, hogy Antipas az itt van, és Otnai az itt van. És hogy, mit mond a misna? Misna azt mondja, ha valaki elindult Júdeából, Galileába, és azt mondta a feleségek, legyen ez a geted, hogyha Galileába értem, és ott töltök 30 napot. Okay? Ha eljutottam Tripászba, és visszajövött kevesebb, mint 30 napon belül, akkor az egész sztorinak vége. Miért? Mert ő már eljutott Galileába, és nem volt ott 30 napot. Ha nem jutott el Galileába, nem jutott el Antipasba, akkor még nem is indult el a 30 nap. Ugye, ha egyszer eljutott Galileába, akkor elindult a 30 nap, és hogyha kevesebb, mint 30 napon belül visszajött, akkor az egész sztorinak vége. De hogyha el sem jutott Antipasba, akkor nem is indult el, mert még nem jutott el Galileába, akkor még el sem indult a 30 nap. Ha később oda megy, és ott lesz 30 napot, akkor lehet, hogy a get-get. Világos?
ugyanígy fordítva, pillanat, ugyanígy fordítva, ha Galileából indul, és azt mondja, én megyek Judeába, ha ott leszek 30 napig, akkor a Get-Get eljut Otnájba, ami már Judában van, akkor ha visszajött onnan kevesebb, mint 30 napon belül, akkor a Get semmis. Miért? Mert visszajött 30 napon belül. Ha nem jutott volna el Judába, akkor még bármikor elindulhat a 30 nap, amik onnantól, hogy bejutott Judába. Értitek? Kérdés? Mert nem, ő nem így fogalmaz. Az első, hogy figyelj, hogy azt mondja, megyek Észak-Koreába, ha nem jön vissza 30 napon belül, akkor váljunk el. Ha eljutottam Észak-Koreába, és visszajöttem 30 napon belül, akkor vége a sztorinak. De ha csak a határig jutottam el, akkor még nincs vége, mert még mindig nem jutottam be Észak-Koreába. Nem, én tudom. De én most nem, itt most én tudom. Én most, abban igazad van, hogy mindaddig, amíg nem jutott el Észak-Koreába, addig nem tudhatom, mert bármikor eljuthat Észak-Koreába, és akkor onnan 30 napon belül nem jön vissza, akkor a Get-Get. De ha egyszer eljutott Észak-Koreába, és onnan visszajött kevesebb, mint 30 napon belül, akkor biztos, hogy le van zárva az ügy, és nem Get a Get. És stimmt? Hogy? Igen. De nem, de nem csak a fogalmat. Lehet, hogy ebben van egy logika is, hogy a Galilea és Judea között van egy valamilyen veszélyességi különbség, és azt mondja, ha oda megyek, és 30 napon belül nem jövök vissza, akkor legyünk elválva, hogy neked ne legyen szó lesz abban, hogy nem tudod, hogy hol vagyok. De hogyha oda jutott, és visszajött 30 napon belül, akkor ez a sztori már le van zárva. Ha nem jutott még el oda, akkor nincs lezárva. Értitek? Eddig stimmel? Nehezen megy a befogadás, de ez van. A rézegítekem lai baszi, mi kámvácsra is, mi jönve hajajlak, mindig azt mondja, még jelen átjön, hazudom, tehát nagy. Ugyanez a helyzet, hogyha azt mondja, megyek külföldre, megyek külföldre, ha nem jövök vissza külföldről, 30 napon belül legyen a Get-Get. És eljut Akkóba, ami Akkó, az a legészaki pont, és az már külföld, és visszajön 30 napon belül, akkor az egész sztorinak vége. Nincs mitől tartani, a Get nem Get. És stimmt? Ugyanaz, ami volt az előbb Judából, Galileából, Judába, ugyanez van Izraelből külföldre. Utolsó eset a misnának, a rézegitek kozmán se ebaér, mik neged, pa náir, sla is simja, haja hajle, hubba hajle, hubba hajle, bilen is jákni, már ez a Get. Valaki azt mondja, figyelj, 30, legyen ez a Geted, hogyha nem látlak 30 napig. Jön, megy, de nem marad magára az asszonnyal, akkor a Get legyen Get. Itt az nem világos, mert azt mondta, hogy ne lássalak 30 napig. És ő látta. Akkor miért Get a Get? Isten azt fogja mondani, hogy lehet, hogy azért, mert a ne lássalak az egy szép kifejezés arra, hogy ne legyünk együtt. Oké. Idáig tartott a misna. Most nézzük, mit mond a Talmud. Talmud azt mondja, le mémradán tripas be galil háve kájma, ure minhi, an tripas be juda, ve kfárat nai be galil, ben tájma til nöjszi le humra, meg uresesz, fejni meg uresesz. Hogyan mondhatjuk azt, amit mondtunk? Ez az egész magyarázat, amit mi eddig mondtuk, akkor stimmel, hogyha an tripas Galilába van, és Otnáj Judába van. De mi tanultuk egy brájtában, hogy pont fordítva van. Antripász van Judeában, és Otnáj van Galileában. Akkor, amit eddig mondtunk, az nem egy érvényes, nem egy jó magyarázata a misnának. Azt mondta, Rábája, mert Rábája trétanai kamerna. Imatnél a Galileá által a végít a misnának, mert ők hatott lassan, hogy amúl, hogy ezt nina. Leávigít, talán tripász, vagy hatott a Galileá, mert azt mondta, hogy azt mondta, Rábája úgy magyarázza ezt. Oké, jogos a felvetés. Én valóban azt tanultuk, hogy Antripász az Judában van, Otnáj az Galileában van, és a kettő közötti rész, hogy egy ilyen no man's land, az olyan bizonytalan, tehát akkor nem tudjuk, hogy teljesült-e a feltétel, vagy sem, akkor el van válva, meg nem is. Akkor mi misnánkat hogy lehet érteni? Hogy két feltételt mondott neki. Azt mondta neki, figyelj, itt van a Get. Ha eljutok Galileába, akkor rögtön legyen a Get-Get. Ha nem jutok el Galileába, akkor ha 30 napon belül nem jövök vissza, akkor legyen a Get-Get. És akkor így kell értelmet mondani.
Azt mondta neki, elindult Júdeából, Galileába, és azt mondta, ha visszajövök Galileából, nem, azt mondta, elindult Júdeából, Galileába, és azt mondta neki, ha eljutok Galileába, rögtön legyél elválva tőle. Ha nem jutok el Galileába, akkor 30 napon belül legyél elválva tőle. Ha ezek után eljutott Antipászba, ami még Júdeában van, és visszajött 30 napon belül, akkor a Get nem Get. Miért? Mert nem jutott el soha Galileába, és 30 napon belül visszajött. Ugyanígy fordítva, ha elindult Galileából Júdeába, és azt mondta, ha visszajövök 30 napon belül, nem, elindult Galileából Júdeába, és azt mondta neki, ha eljutok Júdeába, akkor rögtön legyen Get. Ha nem jutok el Júdeába, akkor 30 napon belül nem jövök vissza, akkor legyen Get. Tehát akkor két feltételt mondott. Ha eljutott Otnájba, ami még nem Júdea, akkor és visszajött 30 napon belül, tehát egyik része sem teljesült a feltételnek, akkor a Get nem Get. A részeg itt, imlői basszmi káncsla is imjön. Akkor ugyanígy nézzük meg, ugyanez a kérdés fönn van, felmerül akkóval kapcsolatban. Ha valaki azt mondja, legyen ez a geted, ha megyek külföldre, eljutott akkóba, akkor, és visszajött, akkor az legyen, akkor a get semmis. A probléma az, hogy akkó az nem külföld. Miért? Honnan tudjuk, hogy nem külföld? De miért, de akkó, de lesz olyan kájma? Azt akarjuk mondani, hogy akkó az egy, az külföld? Ha arra, amarabb száfra kiávra van, mi ftari, hát dadi, de akkó, mi ftari, mi sem, de azt lehet, hogy mehetsz, ez a hocarec. A rabbik, amikor elköszöntek egymástól azoktól, akik külföldre mentek, hova kísérték el? Akkóig. Miért? Mert akkó az még nem külföld. És amúgy elhagyni Izraelt nem lehet. Csak ha valami nyomósok van, de nem szabad elhagyni Izraelt. És nem akarták elhagyni Izraelt, de nem mentek túl akkón, de akkóig eljutottak. Tehát akkó az nem Izrael. Ez egy visszatérő kérdés, emlékeztek már, volt szó akkó státuszáról, hogy akkó az most Izrael, vagy nem Izrael. De mindestre most azt mondjuk, hogy, nem hogy az még Izrael. Akkor mit jelent az, ami a Misnában van írva? A Bája itt is ugyanazt magyarázza, mint az előbb, amár a Bája, a Trétanai Kamárle, valójában két feltételt mondott neki. Mi volt a két feltétel? Ha megyek külföldre, ha eljutottam külföldre, a get legyen azonnal get. Ha nem jutottam el külföldre, akkor ha 30 napon belül nem jövök vissza, akkor legyen get. Mi történt? Ő nem jutott el külföldre, mert csak akkorig ment. És nem jutott el külföldre, mert csak akkorig ment, és visszajött 30 napon belül, tehát egyik része sem teljesült a feltételének, és ezért a get az nem get. És stimmt? Mehetünk tovább? Oké, gyorsan. Hát nézzek itt a kalmán se elve, mi volt az utolsó esete a Misnának? Az illető azt mondta, legyen ez a legyen ez a geted, ha nem látlak 30 napig. Jött, ment, de mivel nem maradtak magukra, ezért teljesült a feltétel, és legyenek elválva. Hallom, javár, semmi ez lehetett. Jött, ment, azt mondta, hogy folyamatosan látta. Még azt mondta, ha nem látlak 30 napig. Amire funem májpa náhtás, mi is van májkoronépa náhtás, Isten álljanak. A funem azt mondja, nagyon egyszerű. A nem látlak, az egy szép kifejezés arra, hogy nem leszünk szexuálisan együtt. És az nem voltak együtt, és ezért teljesült a feltétel. De mi éjjelen a már? Lőjlöm pa náhik mámes. Hogy? Neki így esett jól, mit zavar ez téged. Nem próbálj itt kérdezni a... Igen. Oké. De Rabbi Yochanan amár le, öj lamp, náik mám, és mik tanjára ez mikor esze, szárjéget knani, gülöj ávégén osen, ukrimet azt mondja, amin, ávégít a... Rabbi Yochanan azt mondja, nem. Nem ezt jelenti. Ha nem látlak 30 napig, az azt jelenti, hogy nem látlak 30 napig. Mit mond a Misna? A Misna nem azt mondja, hogyha azt mondta, hogyha nem látlak 30 napig, és jött, ment, de nem maradtak magukra, akkor legyen elválva a nő. Nem ezt mondja. A nő nincs elválva. Azt mondja, jött, ment, akkor a get egy érvényes get. Magyarul később még föl lehet használni azt a getet. Rabbi Yochanan egy újszerű magyarázatot mond. Azt mondja, Rabbi Yochanan. Ha azt mondta a férfi a feleségeinek, legyen ez a geted, ha nem látlak 30 napig, és nem teljesült az, hogy nem látlak 30 napig, mert ő jött, ment, akkor a get használható még, újra lehet használni. Miért? Mert soha nem állt be, hogy
érvényesen felhasználódjon a get, és a feltétel nem teljesül, tehát a getet még lehet használni. A réze get az azt jelenti, hogy ez egy még használható get. És miért ne lenne használható? Mert van egy elv, amit úgy hívunk, hogy get jasson. A get jasson azt jelenti, egy régi get. A régi get az azt jelenti, hogy ha én adok egy getet, csinálok egy getet, írok egy getet, de még nem adtam át, és közben magamra maradtam a feleségemmel, akkor fölmerül a kérdés, hogy lehet, hogy meggondoltam magam, és ezért a get, amit írtam, az már nem felhasználható. És erre mondja a Misna azt, hogy ha rézeget, ez egy get, nem tartok attól, hogy ez egy régi get, vagyis, hogy meggondoltam magam. Miért nem tartok attól? Mert bár láttam folyamatosan a feleségemet, de soha nem maradtunk magunkra. Mikor kell tartom attól, hogy esetleg meggondoltam magamat, ha magunkra maradtunk? Tányaka vasszatára bőjéklán nézik, itt a kazban, és elvémet nekben elhessről is emjél. A bőjéklán mondását erősíti a következő brájta, amik azt mondja, hogy a férfi azt mondta, legyen ez a geted, ha nem látlak 30 napig. Ha a hölylekuba, hölymlőn szákni, ma ez a get. Ha ezek után jött, ment, és de nem maradtak magukra, akkor a get érvényes marad, és nem kell tartanunk attól, hogy régi get lett. Miért? Mert nem maradtak magukra, vagyis nem kell attól tartanom, hogy meggondolta magát. Lichus sem a piész. Miért nem tartunk tőle? Miért nem tartunk attól, hogy esetleg kibékültek, függetlenül attól, hogy nem maradtak magukra? Amra funa, halkem arra be meri, ismét ráb, bajmer, nem menesz a láj, laj, más, laj, baszi. Azt mondta rába, funa, erre mondta azt rába meri, ráb nevében, hogy arról van itt szó, hogy a férfi még azt is hozzátette, hogy a feleségem mindvégig mondhat, hihetünk neki, ha azt mondta, hogy nem békültünk ki. Ikada vászlám sziszín, mert áksem imlé baszim, mert kánát sem azt, hogy hajj, és mézbe szóljuk, nem, hogy hajj, ez a get, lékosan a pénz, amár meg a funa, amár meg a merjünk, és egy ráb, be ő meg nem lesz a láj, és ülői baszim. Mások szerint ezt a mondást rábabár huna nem erre a brájtára értette, hanem egy misnára. Melyik misnára, melyik úgy fog, a misnának arra az esetére, amikor valaki azt mondta, legyen ez a geted mostantól, és ha nem jövök 30 napon belül, és meghalt 30 napon belül, akkor a get érvényes. Miért nem tartunk attól, hogy közben kibékültek? És erre mondta azt már a Mary, mert a férfi azt is hozzátette, hogy mindig el lehet majd hinni a feleségnek, ha azt mondja, hogy nem békültünk ki. Mándam azt nézni, hogy azt nézni, kolsikene brájsza, mándam azt nézni, hogy azt nézni, ha loj asszal. És ugye a két változat volt, hogy mire mondta ezt Rabbara Funa, a brájtára vagy a misnára. Az a vélemény szerint, aki azt mondja, hogy a misnára mondta, akkor pláne a brájta esetén. Miért? Mert a ha a misnában, ahol nem jött 12 hónapig, ott azt kellett, hogy mondja Rába Bára Huna, hogy ez csak arra az esetre vonatkozik, amikor hozzátette, hogy a feleségemnek el lehet hinni, azt mondja, hogy nem békültünk ki, akkor pláne a brájtában, ahol folyamatosan találkoztak, ezt kell, hogy mondjuk. Ha viszont Rába Bára Huna a brájtára mondta ezt, akkor lehet, hogy a misnára nem szükséges ez. Miért? Mert a gyakorlatban nem tér csak vissza 12 hónapon belül, de nem kell, hogy még pluszban azt is mondja, hogy a feleségenek mindig el lehet hinni, hogyha azt fogja mondani, hogy nem békültek ki. Kedves barátaim, itt fogunk most megállni, még messze vagyunk különben a 76-os lap végétől. Meglátjuk, lehet, hogy felvétellel fogjuk pótolni. Tudom, hogy van bőven mit még ezen átismételni, de egy kis ízelítőnek biztos, hogy jó volt. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet. Holnap reggel folytatás következik. Skajach!